A vírus járvány következtében minden sportágban szüneteltetik a bajnoki küzdelmeket minden korosztályban. Mindez azt jelenti, hogy a téli felkészülés és a tervek a tavaszi nyári idényben súlyba vesztek. A sportvezetők abban reménykednek, hogy a versenyzők előléti állapotában nem következik be jelentősebb visszaesés. A kormányzat március 16-án bejelentett, hogy március 16-ától érvénybe lépő döntése mélyen érintette nyilván a bátaszéki sportolókat és ezen belül a sportegyesületet. Hát elnökként nyilván reagáltunk a dolgokra, és megkértem az egyesület edzőit, hogy elsősorban ugye a rendezvényeket, utána második körben pedig már az edzéseket is függesszék fel, és a sportolókat online módon segítség, tehát ugyanúgy, hogy a magyar oktatásban, illetve a nemzetközi oktatásban is megjelent egyfajta digitális és online segítségnyújtás a diákok és sportolók részére, ugye ezt mi is magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintettük, úgyhogy a mai napig is online anyagokkal segítjük a sportolók felkészülését. Bátaszéken a labdarúgás, a karate, a kosárlabda és az úszás érintett. A kosárlabdázók több korosztályban is versenyeztek. Kosárlabda szakosztályban minden egyes korosztályunknak a bajnokság befejeződött. Nálunk májusig tart a bajnoki évad, úgyhogy igazából felkészülnünk már nincsen mire. Én nagyon reménykedem, hogy majd nyári edzőtáborban gondolkodhatunk, esetleg alapozásban nyári streetballokat tudunk szervezni. Úgyhogy egyelőre azt az állapotot próbáljuk megtartani, amit eddig elértünk edzéseken. Nyilván a gyerekeknél azt a fajta állóképességet, ügyességet, technikai részeket próbálunk most jelenleg gyakoroltatni, online edzésterveket küldünk, és hát próbáljuk azt is, hogy azért valami motivációjuk legyen a mozgásra. Én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek, tehát hogy sportolók, amúgy is több igényük van a mozgásra, és hát a körülményekhez képest, vagy azokhoz a dolgokhoz, ahol laknak, a lakóhelytől is fontos, hogyha valakinek nyilván van udvara, van kint kosárlabda palánki, azt tudja használni, aki bent, az bent. Azt kérjük, hogy labdás és labda nélküli edzést is próbáljanak maguknak önállóan tartani, tehát nyilván az erősítés, a futás, a labda ügyességi gyakorlatokat, hogy végezzék. Hát bízunk benne, hogy meg is csinálják ezeket a feladatokat. Felnőtt csapatnak is nagyon hiányzik a kosárlabda, ugye nekik is a hétköznapjaikban benne volt a munka mellett, a család mellett, ők is szerintem önállóan edzenek, aki tud, dob, nyújt, fut. Tehát én azt gondolom, hogy nekik is ugyanúgy hiányzik, és persze nekünk edzőknek is, tehát az edzőtársaim nevébe is beszélhetek, hogy nekünk is hiányzik az edzés, hiányoznak a gyerekek, hiányzik a hétköznapunkból az, amit eddig megszoktunk, ami már rutinszerűvé vált. Remélem, hogy azért a sport minket megtanít nagyon sok mindenre, arra, hogy kitartsunk, hogy önállóan tudjunk dolgozni, alkalmazkodjunk a körülményekhez képest, és mindenkiben benne van a sport szeretete, a kosárlabda szeretete, tehát ők úgyis készülnek szerintem a jövő évi bajnokságra. Tehát nekik ugyanúgy hiányzik az, ami nekünk is. Az úszók nagyon készültek az országos megmérettetésre, miután ezt egy sikeres felkészülés előzte meg a komoly versenyeken. Március 14-én és 15-én rendezték volna az országos diákolimpiát, tehát azt kell mondanom, hogy a finishbe voltunk az úszókkal. Decembertől kezdtünk el egy olyan komoly felkészülést, ami gyakorlatilag március közepén csúcsosodott volna ki, és az utolsó hetekben már Pécsre jártunk úszni az 50-es medencébe, tehát minden arról szólt, hogy a lehető legjobban teljesítsünk ezen a budapesti országos diákolimpián, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó esélyekkel is indultunk volna, hiszen a 6 kategóriából 4-be az előzetes futambeosztások alapján azt láttuk, hogy nagyon komoly esélyünk lett volna még az érmek megszerzésére is, úgyhogy ez hát nagyon kellemetlenül érintett bennünket, nyilván beszéltem a sportolókkal, tehát
Még volt edzésünk, amikor ugye már a döntés megszületett a Magyar Diák Sportszövetség részéről, hogy ezek a versenyek elmaradnak, és hát beszéltem a sportolókkal, próbáltam belőlük lelket önteni, és azt, hogy ne adják föl, és most is online edzésanyagokkal segítjük azt, hogy legalább az alapformájuk megmaradjon, ami, hogyha kell, a továbbiakba lehessen erre építeni. A labdarúgó csapat a dobogó megszerzését tűzte ki célul, és bár az első két forduló eredménye nem igazolta vissza a várakozást, hittek céljaikban. 2020. január 9-én kezdtük a felkészülést, heti 4 edzéssel, plusz a hétvégi felkészülési mérkőzések, és a márciusi bajnoki szezon, amikor indult, ugye Tevellel kezdtünk, illetve a Bonyád Majosi második mérkőzés után jött ez a bejelentés az MLS részéről, hogy a bajnokságnak időlegesen vége. Valószínű, hogy véglegesen vége, én úgy gondolom a tavaszi szezon. Nagyon nehéz a játékosoknak ezt megélni, hiszen 2,5 napon keresztül készültek, heti 5 alkalommal edzettek. Ebből 4 kötelező volt, illetve a hétvégi felkészülési mérkőzés. Komolyan gondoltuk, hogy a dobogóra szerettünk volna kerülni. Ugye a Teveli X, illetve a Majosi hazai 2-1-es vereség az nem ezt tükrözi, de mi komolyan gondoljuk azt, hogy a dobogón végeztünk volna a bajnokság végén. Reményeink szerint, az előzetes információk szerint valószínű, az első 4 helyezett fog játszani egy körmérkőzésszerű a bajnokságot eldöntő fordulót, de hát ez nem biztos. Mi úgy gondoljuk, hogy legalábbis én úgy gondolom, hogy ennek nincs realitása. Jó esetben, hogyha júliusban el tudunk kezdeni a 2020-21-es szezonra az őszi felkészülésre, el tudjuk kezdeni a munkát, az nagyon jó lesz. Addig a játékosok ugye egyénileg edzenek, most azért gondoljuk el, ezek amatőr játékosok, a fiúk reggel 8-tól 5-ig dolgoznak, talán 2 vagy 3 tanulónk van, akinek ugye szabadabb a napközi időszaka, de ők hazamennek, és hát reményünk szerint este 5 óra, 6 óra után azért lemennek kiki a pályára, kiki az Orbánhegyre, vagy amit éppen magának beosztott, de hát az edzőnk Szőcs Lázár készített egy napokra lebontott edzésprogramot, de hát messze nem az a munka, amit egyébként elvégeznénk a hétközi edzések során. Nagyon sajnálom, hogy így alakult a helyzet. A karatézók nemzetközi megmérettetések és a korábbi versenyek tapasztalatai alapján a sikerben bíztak. Abban a helyzetben voltak, hogy a magyar élvonalban ismét kiemelkedő figyelem fordulhatott volna Bátaszékre. Karate szakosztálynál az a nagy érvágás, mind a mellett, hogy a felkészülés egyébként, tehát az online felkészülés egy kicsit könnyebb, mint az úszóknál, de a karatésok esetében az a nagy érvágás, hogy az utóbbi 1,5 vagy azt mondhatom, hogy 2 évben történt egy nagyon jó generációváltás. Ezt a generációt felfuttattuk egy 20-25 főre, akikkel most már tavaly is nagyon kivételesen jó eredményeket értünk el, és most nem azt mondom, hogy ez az idén csúcsosodott volna ki, de ezt folytatni tudtuk volna, tehát nagyon jók voltak az előjelek februárban, a Budapest és Vidék bajnokságon kupa győztesek lettünk, utána Pozsonyba érmet tudtunk hozni, egy rendkívül erős közép-kelet-európai mezőnybe. Most jött volna, a Tatami kupára nem beszél, vagy a top 10-be kerültünk, egy 50-60 egyesületes nemzetközi mezőnybe, a top 10-be került a Bátaszékese, és most jött volna a Széki kupa, amikor egy kicsit újból vissza tudtunk volna, ugye tavaly már az utánpótlás kupát mi hoztuk el, most az volt a szándékunk, hogy az utánpótlás kategóriákba is bekerülünk a legjobb 3-ba a saját versenyünkön, mind a mellett, hogy az utánpótlás kategóriát is szerettük volna megnyerni. Tehát, hogy minden jel arra mutatott, hogy most, meg minden felkészülés, hogy most tényleg valami fel tudjuk idézni azokat a 3-4 évvel ezelőtti időket, amikor az ország legjobbjai voltunk, és minden jel erre mutatott, hogy ez sikerülni is fog. Most ugyanúgy vagyunk online edzésanyagokkal, segítjük folyamatos kommunikáció a srácokkal. Minden sportvezető azon dolgozik, hogy lelket öntsön és biztatást adjon versenyzőinek. Annak érdekében, hogyha újra rajtvonalhoz lehet állni, kellő erőben és harci szellemben tehessék meg.